kiküldtem vagy 1000 e-mailt össze-vissza, hát azért így tematikusan próbáltam a dátumokat rendezgetni, de visszatértem egyik országra a másikra mindig. És amikor sikerült így kikerekíteni a végére, hogy lett egy, nem tudom, 14 állomásos turné, és az útvonal is timmelt, akkor tök úgy éreztem, hogy miért nem csinálja amúgy ezt mindenki, mert már visszagondolva nem volt nehéz, de azért egy másfél hónap melóm benne volt. Csináltunk egyébként egy ilyen videósorozatot az egészről, amire megkaptuk, hogy így, ez egy picit így, szerintem így túlkaptuk magunkat, mert hogy egy picit ilyen bunkóra sikerült. Az is finomítva volt. Igen, tehát pont ezt akarom mondani, hogy ez már az volt, amit muszáj beletenni, ilyen muszáj, de azok már ilyen nagyon komoly cenzúrákon mentek át azok a részek. Én pont azon kaptam magam, hogy a turné után egy csomóan kérdezgették, hogy akkor mi volt a legnagyobb sztori, és amikor hazajöttünk, akkor igazából nem tudtunk mesélni semmit, mert hogy az egész egy állapot volt, amiben benne voltunk, belementünk és kijöttünk belőle, és az egészet tudjuk használni, hogy fasz volt. Vannak persze rohadt nagy sztorik, amiket meg nem mesélünk el. Tehát voltak nagyon csúnya dolgok, de azokat meg így én azt nem mesélem el. Szerintem koncertélményben a legőséges, legjobb az a Berlini volt. Ott lenni feelingben London volt, az amelyiként 10 centen vitte a prímet, és a legnagyobb meglepetés pedig Bern volt, mert ott találkoztunk azzal a fajta, nem tudom, életérzéssel és alánk adott lóval, ami szuper volt. Miért csak akkor mire emlékszel? Én sajnos a koncertekre nem emlékszem, úgyhogy erről nem tudok véleményt mondani. Feelingre viszont nekem legjobban Camden Town jött be Londonba, és Liverpooli tengerpart hétfő délelőtt, az király volt. Ki fogom emelni, hogy nekem is, hogy Berlin volt a top 3-ban. A legjobb az Dublin Castle, azt szavaztuk meg, hogy Dublin Castle volt Londonban, az Camden Townban. De most így mondták, hogy Bern meg Liverpool, igazából azt kell mondjam, hogy mindegyik fasza volt. Volt egy londoni helyszín, ami annyira nem volt jó, de... De amúgy feelingben nekem Liverpool jött be a legjobban. Ott volt az, hogy ez minden koncerten volt egy, nem tudom, annyi ember, hogy úgy kinézzen valahogy. Liverpoolban így rohadtul nem. Így csupa narkó sokkal volt el a hely, de mindenki a személyzethez tartozott. És ott volt a hangosító, a pultos, fényképész, meg egy pár ilyen zenész arc. És a feelingben az volt a legjobb. Egy koncert után, amikor kimentünk, hogy nem tudom, melyik sörözgettünk, akkor ilyen helyi figurák így jönnek, beletúrtak a nadrágukba, és bejöttek, és egy ilyen zsák kokainokat így elkezdtek behajgálni a klubba. És akkor a junkik, ezek a liverpooli állatok, meg így ugráltak ért, és így vetődtek a cuccért. Tehát ilyen teljes káosz volt a hely, de senki nem volt a koncerten. De ilyen, nekem az volt a legnagyobb feeling amúgy. Hétfő este volt. Ja, hétfő este volt. Amikor megérkeztünk, a tulaj azt mondta, hogy egy titeket kihívott a hétfő estére, nem is szoktam koncertet szerezni, megnézte, és akkor látta, hogy egy ilyen ügynökségnek írtam, és akkor rajtuk keresztül érkeztünk be. De mondta, hogy a hétfőn nem szokott kinyitni, mert a csütörtöktől vasárnapig, és így remegett a fasz, és akkor csak megkínált a pálinkával, hogy elmosodott a fasz, és akkor ez a coming motherfuckers, és aztán bementünk, és kurva jó volt. Sziasztok, mi vagyunk a Runover Dogs, ez pedig a Keret Blog. Gö. Keret Blog. .hu.